több mint egy éve, tavaly januárban hozta létre, akkor még közgyűlési többségben az éjjel-szexárd frakció azt a bizottságot, aminek a feladata az épülő úszoda vizsgálata volt. A bizottságnak Bomba Gábor vezetésével azt kellett volna feltárnia, mi az oka, hogy az építkezés jelentős csúszásban van. A megalakulásokat követően viszont arról, hogy a grémium tagjai milyen munkát végeztek, szinte semmit nem lehetett hallani. Fél évvel később, júliusban azt szintén Bomba Gábor vezette, és csak ilyen szexárd tagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság független szakértőt bízott meg, aki felmérte, milyen készültségi fokban van az úszoda építkezés. A szakvélemény szerint hibák ugyan voltak, ám a beruházás befejezhető. Meglepő módon viszont az ilyen szexárd által irányított gazdasági bizottság nem fogadta el a szakértő 123 oldalas összefoglalóját, annak ellenére, hogy ők bízták meg a munkával. Azóta az úszoda bizottságról szinte semmit nem lehetett hallani. Ács Rezső szexárd polgármestere ezért most felszólította Bomba Gábort, írásban számoljon be arról, milyen munkát végeztek az elmúlt több mint 12 hónapban. Erről a Facebookon számolt be a megyei jogú város vezetője. Egy éve működik az úszoda vizsgáló bizottság az éjjel szexárd vezetésével. Szeretném őket elszámoltatni arról, hogy az elmúlt egy évben milyen munkát végeztek, egy jelentéssel hozzáállták le. Ezt a jelentést szeretném elolvasni és közzétenni is, hogy mindenki láthassa. Az interneten egyébként mi is próbáltunk utána nézni, hogy pontosan mit csinált az elmúlt több mint egy évben az ilyen szexárd által felállított úszoda bizottság. A munkájukról viszont semmilyen információ nem érhető el nyilvánosan.